A pedagógusok Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezetének mintegy 1400 tagja van, közülük 50 titkár tartott Nyíregyházán értekezletet. A találkozón elhangzott az országos szakszervezet egyik elért célja, hogy azok is kaptak béremelést idén januártól, akiknek nincs pedagógus képesítésük, de segítik a nevelést, oktatást. 9 év után próbáltuk ezt minden évben nem pedagógus állománynak a bérét rendezésre bírni. A kormánnyal kapcsolatosan 2017-re ez megvalósult. A nem pedagógus állomány, nagyon, a szakszervezeti tagjaink között nagyon sok nem pedagógus állomány dolgozó van, dajkák, asszisztensek, iskolatitkárok, és nagyon szerettük volna, hogyha végre rendeződnek a béreik. 17-re ezt 7+3%-ban garantálta a minisztérium, és végre ezt a kollégáink megkapták. Ugyan differenciálna is adhatta az igazgató ezt 3%-ot, de végeredményben mindenki a megyében úgy tudjuk, hogy mindenki odaadta a 10%-ot, hiszen régóta nem kaptak, és nekik is bér a bér. Nem csak az elért eredményekről, a kitűzött célokról is szó esett a találkozón. Elhangzott, a szakszervezet ugyan kiharcolta a munkaidő kedvezményt például az osztályfőnököknek és a szakmai munkaközösség vezetőknek, ám azokat sokszor nem tudják érvényesíteni az érintettek. Az idősebb kollégák helyzetén és az óraszámok kérdésében is lenne mit változtatni. Nagyon fontos a 7 évvel a nyugdíj előtt álló kollégák helyzete, ugye az ő minősítésük még mindig nyitva van. Rettentően fontosnak tartjuk az úgynevezett régi nevén, lánykori nevén a kötelező óraszám rendezését. Nagyon sok feszültséget generál bent az intézményekben, hiszen 22 és 26 óra között mozog a pedagógusok óraszáma. Gyakorlatilag ugyanazt a bért kapja az is, aki 22 órában teljesít, mint aki 26 órában. Ezt mindenképpen rendezni kell, ezek a napi nagyon rövid távú céljaink, hogy ezekben a kérdésekben rendet tegyünk. A lépcsőzetes fizetésemelés a pedagógusoknál idén még folytatódik, szeptemberben várható az újabb, a tervezet szerinti utolsó bérnövekedés.